értékesítés 50. Ebből az értékesítőknek szóló kincses tárból fogom megnézni egy részt, úgyhogy üdvözöllek a mai napi vitaminban, amely segít vállalkozásod fejlesztésében, vagy egy új vállalkozás elindításában. Ez a tananyag, ami 50 darab olyan tudáselemből áll, amit naponta használni tudsz, amely megvásárolta a Udamin a videó alatti linken, ebből megmutatok neked most egy részt, úgyhogy sok sikert, jó értékesítést kívánok! Az eredményesebb dolgot csináld, mint értékesítő, ne a könnyűt. Mit is jelent ez? Nagyon könnyű mondjuk írni egy e-mailt, vagy elkülden írásban egy ajánlatot, ahelyett, hogy fölhívnánk egy ügyfelet. Nagyon könnyű fölhívni egy ügyfelet, ahelyett, hogy személyesen elmennénk hozzá és találkoznánk. Tehát sok esetben el tudunk menni a könnyebb felé, vagy sokkal egyszerűbb mondjuk írni 400 darab e-mailt 400 potenciális ügyfélnek, ahelyett, hogy írnánk csak 50-nek és őket fel is hívnánk. De ezek, amik a könnyebb utak, ezek általában nem eredményesek. Tudnék, ezen esetben például, ha 400 e-mailt kiküldesz, akkor egyirányú kommunikációt végzel magyarul, te kiküldöd az anyagot, kiküldöd az információt, de arra nagyon kicsi esélye, nagyon kicsi százaléba fognak reagálni, és igazából a hatékonyság szinte nulla lesz. Ehelyett sokkal kevesebb, negyed vagy tizedannyi embernek küldött ki, vagy potenciális ügyfélnek az anyagot e-mailben, és utána felhívod őket, onnantól kezdve két irányú lesz a kommunikáció, egyből fogod látni, hogy milyen a fogadtatása, egyből fogod látni, hogy jó-e az a bizonyos e-mail, amit kiküldtél, és egyáltalán lesz visszajelzésed, el tudod kezdeni magát az értékesítés folyamatot. Mert amíg kiküldesz e-maileket, ajánlatokat, vagy egy telefonbeszélgetés után küldesz egy ajánlatot, és arra vársz, hogy az ügyfej jelentkezik, onnantól kezdve megszakadt az értékesítés, átadtad a jövőd kulcsát az ügyfeleknek, az érdeklődőknek, a potenciális ügyfeleidnek, és ahelyett, hogy te gondoskodnál a kommunikáció fenntartásán, ehelyett a könnyebb utat választod, azt mondod, hogy hát majd úgy is jelentkezik, ha érdekli. Tehát még egyszer, mindig eredményesebb utat válasz, mindig eredményesebb olyan kommunikációt végezned, még a kevesebb számba is teszed, ami kétirányú, amelyikkel fenntartod az irányítást. Akkor, hogyha te arra vársz, hogy az ügyfél válaszoljon, nem tartott fenn az irányítást, átadta az irányítást a kezébe. Ha te hívod föl, ha te kérsz tőle személyes találkozót, még ha nem is mond elsőre vagy másodikra, még mindig nálad van az irányítás, a kezdeményezés, még mindig tőled függ, hogy megszakad ez a kapcsolat, vagy nem. És hidd el nekem, hogy nagyon nagy téfit az, hogyha az elején nemeket kapsz, az valójában rossz ügyfelet jelent, vagy valójában végleges nemet jelent. Az igazából csak annyit jelent, hogy még lehet, hogy időben nem érett meg, még nem kapott elég információt, még nem tudod odafigyelni rád, még nincs meg az a problémája, mert te adod a megoldást. Szóval én azt gondolom, hogy ha a könnyebb utat választod, ami egyszerűbb, kiküld egy e-mailt, majd úgyis válaszol, vagy egy ajánlat végére azt írni, totális üzletkötői öngyilkosság, azt írni, hogy tisztelt ügyfél, a további kérdése van, hívjon, vagy ha meg szeretné rendelni, kérem jelentkezzen. Ebben teljes mértékben kiadta az irányítást, és sajnos azt írtad oda, csak más szavakkal, hogy egy béna loser üzletkötő vagyok, tőlem ne vásárolj. És ez pontosan így fog érteni a vevőd is. Sok sikert kívánok a tanultak a alkalmazásához, és ha szeretnéd mind az 50 részét megvásárolni és megnézni ezen értékesítőknek szóló kincses tárnak, akkor a videó alatti linkre kattintva ezt meg tudod venni egy jelentős kedvezménnyel. Sok sikert kívánok neked, találkozunk holnap, ciao!